hogy valóban mindannyiunk tippjét hozza-e a Carbon Corp, vagy itt az Endpoint hozza a számunkra meglepetés eredményt. Jöjjön Grizzly és Fizi Máté, illetve az első meccs. Köszönöm a intrót, és akkor Grizzly ismét üdvözöllek, hogy akkor a kezdés után le is zárjuk ezt a mai negyeddöntős szakaszát az európai első régiónak. Te mit gondolsz gyorsan? Melyik csapatot látod esélyesebbnek, miközben elindul a mérkőzés? Ez teljes mértékben őszintét megvalva, tehát hozzátok csatlakozok. Tehát, hogy annyira erős jelenleg a Carbon Corp, látható is volt a tegnapi nap során, hogy szerintem az Endpointot nagyon ki fogja végezni, már ameddig tudja végezni, aztán lehet az Endpoint itt meg fogja mutatni a sajátos bravúrjait, de jelenleg azt tekinthetjük, ahogy Vatira, illetve Otto az, aki éppen támadja azt a narancs kaput, Vatira, végül nem tudta befejezni, és hát ezzel is kezdődik el a mérkőzésünk. Így van, megint a Carbon Corp támad, Ötao, Smokes próbál zavarni, de nem igazán sikerül a belgát megzavarni, és Ryze-al folytatódik a K-Corp támadás. Az Endpoint egy kicsit be van ragadva a saját kapujában, most ketten is a védelemből összeakadnak, de aztán Arju egy pillanatra felszabadít, Vatira egy demo, Ryze-nak nincs meg a bump és a lövést, Ötao-nak kell visszanyújtózkodnia, hogy azért hárítsa, de aztán Vatirával rögtön fordul a Carmine. Jön Ötao, nagyon szép fake, egy jó 50 Ryze lőhet, inkább a pop, megy a bump, de Arju ki is kerüli, de már nem elég, Vatira befejezi, a káosz már túl sok volt az Endpoint kapuja előtt, nem volt már hova menekülniük, nem volt boostjuk, jött még egy bump Vatira előtt, pedig szinte üres volt a kapu, vezet, több mint egy perc elteltével a K-Corp. Mindenki ugrott össze-vissza, de az a labda nem ment sehova, inkább arra a Carbon Corpra esett, és végül a találat is, szóval igazából ott már védhetetlen volt ez a találat, azonban Arju most talán kezdheti meg a sajátos támadását, nem jön össze neki, még mit én, egy double tapra megy, és egy hatalmas bravúrral ki is egyenlít. Igen, egy gyönyörű találat volt, nagyon-nagyon szűk volt az a szög, ahonnan be kellett lőnie, de gyönyörűen használta az airroll gombját a kontrollerén vagy billentyűzetén, és egy-egy az Endpoint gyorsan válaszolni tud, és ha nem akarja az Endpoint, hogy úgy olyan legyen a sorsa, miközben Arju a kickoff után már a vezetést is megszerzi az Endpoint javára, egy nagyon szép kickoff győzelem Mitaintől, Ryze megzavarodott, nem igazán tud egy jó labdát, jobb labda beleérés produkálni, és aztán hát ott a kapuban az Endpoint találat. Most összetudta szedni magát az Endpoint, kicsit meglepetésszerűen támad rá erre a Carbon Corpra, mert eddig azt hittük, hogy dominálni fogja a pályát, Mitén, vissza a középre Smokesnak, Smokes pedig egy lövéssel végül nem talál kaput, és Ryze az, aki egy érdrüggőből kezdhetne egy támadást, Arju pedig nagyon szépen blokkolja őt azonban. Ismét Ryze-re fel, backboardra, Smokesnak kellett az érintése, Mitén pedig érkezik a túloldalra, egy pinch összejön, de nem lett annyira erős, Vatira tudja azt átvenni. Közben Ötao-nak kellett védenie, de az Endpoint nem hagy a nyomásból, és ők támadnak, megint övéké lesz a labda. Viszont ez egy, ez egy nagyon kellemetlen labda volt, majdnem. Ötao vetődött be és zavarta meg a védelmet, most kettő az egyben Ryze el is lövi, el is lökik Mitén, de nem tudta kapura fordítani az akciót. Jön a lövés, nem érkezik a lövés, bocsánat, Vatira próbál tisztázni Ryze elé, boost nélkül pattan a labda, Smokes tud fordulni, Ötao pedig éppen hogy véd. Jön Vatira, és a lövés, de ezt is védik. Egyik lövés, de a másik, Ötao előtt a labda, Ryze, kapufa, és még mindig nem tud egyeníteni a K-Corp, az Endpoint megúszta. Hihetetlen, hogy milyen sorozat lövést mutatott meg a Carbon Corp, és nem tudja befejezni, ott volt mindig a blokk Endpoint részről, és Ryze-nak kell vigyáznia, kevés is a boost kellett az a demo Vatirától, Smokes azonban ott van középen, rá, talán rámenne egy flükfeszeltre, de ne, túl messze volt már az a labda, Mitén egy solo play, talán Arjunok le a passz, fölfele találkozott az a játékszer, ismét backboard, illetve végül ki tudja hozni magát, jelenleg a Carbon Corp és Ryze egy lövés ad le arra a narancs térfélre, de nem elég jelenleg. Ötao a ceilingről,
Jön a bump, és így meg is van a gól. Nagyon szép munka volt mind a két Karmin Corp támadótól. Gyönyörűen beszélték le, hogy mi lesz a terv. Jött Ryze, így Etamnak nem kellett elsietnie boost nélkül a play-t. Nem is kellett talán flippelnie, csak ráesett a labdára. 2-2, másfél perc van vissza. És egyenlőre az endpoint, hát bizony a várakozásokon felül teljesít, és a Karmin Corpot rendesen megizzasztja. Sőt, jelenleg még akár találhat egy újabb gólt az endpoint, de most ki lett demózva egyik játékos. Archunak kell vigyáznia, mert már a Ryze ott van az égben, elbámpolta a ölt, azonban mitén érkezne rá, de végül demózva lesz, most egy lövés, de gyenge lett, az végül Vatirának is csemege lett. Vatira még mindig a sarokból rápincsel a labdára, azonban csak Archuhoz érkezik az, Ato szépen olvassa azt a menetet. Aztán Ryze érkezik rá válaszol, Archu még mindig bepasszolná azt a játékot, de nem jön össze végül az endpoint részéről. Nagyon próbálkozik támadni amúgy az említett csapat, és még mindig rajta van, hogy meglegyen ez a harmadik találat, de egyszerűen kifog rajtuk jelenleg az a kapufa, illetve a jó pozícionálások. Így van, a Karmin Corpnak rendesen védekeznie kell, de azért láttuk a annak ellenére, hogy 3-0-val maga biztosan nyerték a csoportot, azért ott is volt olyan set, ami elment akkor még csak game 5-ig a 100% ellen, ha jól tudom. Szóval azért nem annyira biztos ez a fölény, itt se ez mutatkozik, az endpoint nagyon jól felkészült egyelőre belőlük. Smokes, lesz-e vajon valami, nem jön a hosszabbítás? És akkor nézzük, hogy melyik csapat kerekedik először a másik fölé. Mindig a legjobb része Otto-tól, egy hatalmas double tap, és végül Ryze nem tudja befejezni, érkezik még rá Vatira, de nincsen meg neki a double tap, nagyon gyorsan támadott le itt a kikopot követően a Karmin Corp, de végül a találat nem születik meg, talán most Vatira ismét érkezik arra a bumpra, de nem jön össze, Ryze még vissza próbálja tenni a játékszert, kicsit húzva az időt, de ennyit tudott belőle kicsavarni, mitén nem jó passz, és végül Otto játéka összejön Ryze-zal együtt, és ezzel végül az overtime-ban a Karmin Corp nyeri meg az első mérkőzését. Van, talán egy kicsit szerencsésnek is, bár nyilván azért ezen a szinten nagyon ritkán beszélünk igazi szerencséről, de Etau talán egy kicsit ott meglepetésszerűen érte őt is az a labda Ryze challenge után, nem egy teljes mértékben szándékos passzként érkezett a labda, de ez a reflexek játéka is olykor, és ezt Etau nagyon jól megcsillogtatta, lereagálta a szituációt, és még pontosan a kapuba is tudott találni. Így 1-0 a Karmin Corpnak, viszont ez messze nem volt olyan egyszerű, mint amennyire talán tűnhet, és egyelőre nagyon nem úgy tűnik, hogy ez egy könnyed széria lesz majd a francia egyesületnek. Nem tudom, én egyelőre most ennyit tudok mondani, nagyon-nagyon várom, hogy mit hoz a többi mérkőzés, mert ez egy nagyon izgalmas összecsapásnak, így a nap lezárásaként, vagy hát úgy annak ígérkezik. Közben belezavarodtam én is. De azért látszódik, hogy amúgy a demók állásával együtt is nagyjából majdnem ugyanazok, tehát nem is mondhatjuk azt, hogy nagyon agresszív lenne bármelyik csapat. Inkább az, hogy a támadások ügyileg, például a Karmin Corp az tud menni. Tehát mennek ketten, aztán egy, aztán megint jön kettő, aztán mennek, senki nem tudja, hogy, de megint ott van egy. Tehát, hogy így folyamatosan tud menni, és lőni, de egyszerűen mindig az van, hogy az endpointnál meg jó pozíció, és abból tudnak rotálni, csak hát vannak olyanok, mint például volt egyszer, talán jól emlékszem, miténnel nem volt meg az, hogy feltámadjon a csapattal együtt, szóval ezen kéne például az endpointnál javítani, hogy ebből a forgás meglegyen. Így van, közben kezdetét veszi a mérkőzés, és egy újabb kickoff stratégia, ketten is mentek mind a két oldalról, és meg is lett így a, hát az kezdődleges támadás, majd Ryze tolja meg a labdát, és csak a második védőnek van meg, és meg is úszták, hogy nem talált egyből kaput. Vatira fallal passzolgat saját magához, lesz-e még nincs, elfogy a boostja, jön a lövés, de blokkolják. Próbálhat kitörni az endpoint, Ryze egy picit talán elnézte azt a labdát, de megoldja. Smokes viszi fel a levegőbe, megvan a plafonról a reset, jön a passz!
Mitténnek és Vatira a kapu szájából hárít. Az endpoint újra támad. Erzsú, le Smokesnak, Smokes, nincsen meg a labda, Mitén vissza Smokesnak ismételve, de azonban Vatira újra lecsap arra a játékszerre, illetve Otto az, aki készül el 1v1-re, ami össze is jön neki, és végül Mitének kellett beleavatkozni a Ryze, nem tudja vissza bepasszolni, Erzsú lepasszolja Mitének, Mitén a dribbül, jól hozza össze, de eddig Vatira lecsapott rá, illetve Vatira ismét az, aki passzolna be, de hát csapatlási már nagyon messze volt, illetve jól láttam, egy kis volt demózva, tehát a játék nem jöhetett össze egészen idáig, de hát ismét azt láthattuk, hogy egyedül próbálkozott egy támadásra, mint most Ryze, egy flip-reset elhasználva a másodikat már nem tudja. Igen, most a kormány kezdi el érvényesíteni az akaratát, Etao egy nagyon szép fake, atya úristen, a wave dash-sel tudja folytatni és követni a saját labdáját, felugrik, aztán lefele megy, nagyon szépen kontrollálja, és a védő alatt elviszi a labdát, másfél perc után gólt szerez csapatának, vezet a Carmine, de továbbra sem dominál, továbbra is gyakorlatilag félperces sávokban, miközben egy nagyon kellemetlen pattanó, és még egy demo is, majd még egy demo, bocsánat, nem be sem tudom fejezni a gondolatmenetemet, a Carmine nem engedi, Etao repül, megvan a dunk, de most nem lesz lövés. Kellemetlen helyzetekben van jelenleg az endpoint. Szerintem folyamatosan védekezniük kell ismét, illetve ez a sok bump, illetve demo az, ami nagyon veszélyezteti azt, hogy még egy találat szülessen a Carmine Corp részére. Vatira újra megvárja azt a 50-t, illetve lepasszolja Ryze-nak középen, de hát lassú volt az a pass. Smokes pedig jó a pinch, azonban érkezett egy demo, ismét Carmine Corp tudna elindulni. De Mitén megelőzi őket, tehát Ryze még mindig ott van, Atom vissza le Vatirának, Vatira vissza Ryze-nak, Ryze pedig egy az egyben mehet a labdával, és rá is lőné, de végül csak kapufát talál vele, Vatira érkezik még rá, válaszol, flip-resetet nem használja el, még Atom visszapasszol Vatirának, Vatira le Ryze-nak, Ryze pedig a lövéssel, de Mitén blokkol. Így van, és aztán Etao pedig már nem tudott ismét csatlakozni a játékhoz, most ő indul el a levegőben, de hamar megakasztják. Megpróbál támadni az endpoint, Vatira tisztáz, ott lesz Arju, ő fog hamarabb odaérni. Gyönyörű labda Smokestól, és tovább viszi Vatira egy bomb, megnyithat egy kis rést a védelemben, jön a lövés, Etao 2-0. Nagyon-nagyon jól helyezkedett Vatira, akit megtalálott Etao csapattárs, és ketten össze is hozzák a Carmine Corp második találatát. Mitén nagyon kellemetlen helyzetben volt, de bumpolták is. Hát szinte tehetetlen volt. Hát az már Carmine Corp kezében volt, hogy meg lesz-e az a gól, vagy sem, ahogy elvétik. Azonban az endpoint ismét hátrányban. Nekik kéne menniük, de hát most is azt látjuk, hogy Smokes az, aki ki van demozva, és attól tudna passzolni középre, nem jön össze. Azonban ez, Vatira, le Ryze felé, Ryze pedig Vatirával egy hatalmas kombó, egy előre menet, de Ryze végül inkább lassabban próbálnám megjátszani, Mitén gyorsabb. Ellenben Atov, ismét középpályán Ryze találja meg, Ryze vissza Atov felé, illetve inkább Vatirának, Vatira pedig rámenne a solo playre, és végül meg is van neki az a találat, és két játékos mellett tudja elvinni a játékszert, ha jól láttam végül, igen, Arju volt az, aki már nem tudott úgy elérni, Mitén pedig már nem kifele, hanem csak befele tudta lőni azt a labdát, 3-0-ás előny már a Carmine Corpnak. Így van, és talán most érződik az, hogy a Carmine jobban tudja érvényesíteni az akaratát, és ha talán nem is az, mert azért endpoint támadásokat is láthatunk, de a helyzet kihasználás, a hatékonysága a Carmine-nak, hogy azokat a helyzetet, amiket létrehoznak, azokat be is tudják fejezni, az egyenlőre az egyértelmű különbség a két együttes között. Megint ugyan a Carmine támadhat, és ahogy a gólokjat is szerzik, úgy nő az önbizalmuk, és csökken az endpointé, és talán ennek köszönhetően egyre jobban tudják érvényesíteni támadásaikat, meg az akaratukat. Most nagyon beszorul az endpoint, és gyakorlatilag, ahogy pörögnek le a másodpercek, egyre kevesebb arra az esély, miközben Etao egy flip resettel passzol Vatira, hát azt talán egyből kellett volna lőni, teljesen meg akarta volna alázni ellenfelét, Ryze viszont most megint az utolsó ember ment az endpointból, de
próbálnak valamit kicsikarni innen, de már nem nagyon fognak tudni. Talán már csak kozmetikázás lesz az eredménye. Ató. Viszont a játékszeren nincsen meg a passz. Mósz az, aki hárít. Batyra pedig ott hagyja a csapattársának. Ató még mindig a lövéssel lapos sunyi, de végül nem megy be. Arju még talán fönntartja azt a játékszert, így is van. Webbreezy flikkeli középre, azonban blokkolva lett, ami le is pattan. Ezzel pedig a második mérkőzést is a Carmine Court vitte el. Azonban, ahogy említetted is játék közben, szerintem itt magabiztosabbnak tekinthető volt a csapat, mint az előző mérkőzésen. Így van, az első egy-két találat után mindenképp változott a játék képe. Az első gólig teljesen kiegyenített volt még a mérkőzés. Oda-vissza támadtak, a második gólnál már egy kicsit érződött a kékkor fölénye, és utána teljesen el is szaladtak a mérkőzéssel. Ez az Eteu találat, ez gyönyörű volt, bár egyébként ez majdnem mindegyik gólukra elmondható. Vatirának is volt egy zseniális solo playje, és hát ő mindig is szereti hangoztatni ezt a közösségi oldalakon, hogy nem Zen, hanem ő a világ legjobbja. Hát, ha így folytatják a játékát, lehet, hogy a döntőben fognak találkozni és megmutathatja. És jön egy időkérés egyből. Az Endpoint úgy érzi, hogy még nagyon hamar meg akarja akasztani a K-Corp lendületét, és valahol talán visszanyerni azt, amit az első mérkőzésen láttunk tőlük, mert ott úgy éreztem, hogy volt fogásuk a K-Corpon, annak ellenére, hogy végül nem az ő javukra dőlt el az a mérkőzés. Itt is látható volt a statisztikákon, tehát hogy a Carmine Corphoz, ha jól emlékszem, most már 11-12 lövés volt beírva papíron, és az Endpointnál egyszerűen csak 2. Tehát hogy itt szerintem látszódik az a fajta különbség, hogy egyszerűen az Endpoint folyamatosan csak védekezésre tud szorulni, és nem tud támadni. Ellenben a Carmine Corp meg folyamatosan tud agresszív lenni, mert a boost managementet tudják úgy kihasználni, hogy mindig legyen rota, és tudjon mindig valaki támadni. Így van. Hát valahol talán a tempón kell az Endpointnak, illetve hát az önbizalmon. Én azt láttam, hogy akkor tudott az Endpoint sikeresen támadni, és sikeresen a mérkőzésben maradni, amikor teljes mértékű önbizalommal játszottak, és pre-jumpolták a K-Corpnak néhány labdáját, passzát, meg tudták őket előzni, ott voltak a challenge-ekre. Nem szabad, hogy egy pillanatig is megkételkedjenek a döntéshozatalukban, egyből menniük kell, és ez csak önbizalommal lehet. Én talán itt látom a kulcsot azzal, hogy itt szorosabb mérkőzést láthassunk. Nézzük is, tehát itt a harmadik mérkőzésen jól jön ki jelenleg az Endpointnak ez a kisebb timeout, kicsit összeszedjék magukat, vagy a Carmine Corp továbbra is dominálni fogja itt a területet. Arju már el is kezdené azt a passz, de hát senkinek nem lehet, mindenki messze volt, mitén kell az az érintés, ami jól jött ki, Arju vissza középre, azonban végül nem érkezik rá válasz, a Ryze végül ott hagyja Atónak, Ató pedig érkezik rá, Arju szépen lassan inkább kivárta, mitén középről rámegy a backboardra, és végül Ryze az, aki tudja blokkolni a double tap-et. Így van, aztán még ott pattogott egy picit, de most Ryze indulhat el. A reset megvan, de Arju ellopja az autójáról a labdát, közben egy demo Batira a plafonról a lövés. Arju véd egy hatalmasat, mitén talán egy picit időt húz, hogy csapattársának időt adjon, hogy ismét pozícióba kerüljenek. Jön a lövés, nem is passz inkább! Két kék korpos is elvetődik rá, ez területet nyithat az Endpoint előtt. Arju nagyon szépen lassítja le, de Ryze visszaér a plafonról. Hát beszéljünk önbizalomról, hát ez mindenképpen van a K-Corpnál, náluk nincs, nem kell keresni. Az Endpoint talán egy picit most jobban a mérkőzésben, de azért ennél több fog kelleni, hogyha meg is akarják nyerni, most is menteniük, beszorulnak a kapujuk elé. Etau jön, Vatira elé fog pattani a labda, lesz egy kis ideje a pass Ryze-nak, viszont aztán megelőzi őket az Endpoint védő. Smooth, nincsen meg a csúsztatás. Ryze végül nem éri el, Arju jobban döntött, hogy inkább várakozik egy kicsit azzal a játékszerrel. Ryze még mindig visszapoppolja magának, és mitén találkozik is az égben. Vatira demózott egyet,
Tehát még mindig nem tudták helyettesíteni gólra, Arju azonban már passzra készül, meg is van neki, de Atirához érkezett Csalkató, pedig már várja is a flip resetet, amit el is tud használni középre, és végül ott van lehet a találat, így is van Batira, végül érkezik is rá, válaszul kicsit, miscommunication volt, az látható volt, hogy Rise inkább megvárta, hogy pattanyoz a labda, nem akar beleérni, és Vatirának leadja, mint amikor golflabdát így lerakják igazából, ő úgy ott volt. De jelenleg a Carmine Corp az, aki vezet egy kisebb idő után. Sőt, második találat megtörténhet, végül Mittén az, aki tud hárítani, még mindig ott pattan a játékszer, Smokes az, aki még mindig próbálja tartani az életet, azonban Vatira ezt nem engedi. Így van, hatalmas volt a káosz az endpoint kapuja előtt, Smokes, szerintem ő maga se tudta, hogy mit fog kezdeni, és még a csapattársai se. Hát így a Carmine Corp ellen, de még egy bármilyen másik e-sport egyesület ellen is nagyon-nagyon nehéz védekezni, és túlélni a gólt. Megint egy kikó stratégia, Vatira elfékeli, nagyon szép így UA50, és aztán befejezi a kellemetlen védés végeredményeként. Nagyon-nagyon a flicket mutatta, de mégse tette meg. Hát azért az 1v1-es háttér nála is megmutatkozik. Főleg az előző évben tört be nagyon arra a térre is. Hát 3-0, és a K-Corp mégiscsak elszaladni kezd ezen a mérkőzésen. És talán azt látjuk, mint amit láttunk az előző összecsapáson is, hogy ahol a Magnifico az első mérkőzésig még a BDS-szel fel tudta venni a tempót, de aztán vagy elfáradtak, vagy a itt ugye a K-Corp hát szinte tudott lépni, vagy egyszerűen csak még jobban tudtak reagálni arra, hogy mit akarnak változtatni a stratégiákon, és azóta fogás sincsen ellenfelén az endpointnak. Nagyú. És a meg a ground pinch, azonban a másik pinch megvan, de kaput nem talál vele. Mittén még mindig próbálkozni, még mindig rajta lenne, hogy egy passz összejöjjön, de nem sikerül, Smokes próbálta volna kisegíteni. Egy lövés próbálkozás Carmine Corp részről, nem sikerül azonban kaput találni, attól még mindig az égben. Egy flip reset, double tap, és meg is van a bravúr! Carmine Corp ezzel 4-0-val helyezi ki ezt a pozíciót. Itt a harmadik mérkőzésen egyszerűen az endpoint kezd lassan szétesni, és továbbra is hiába volt az első másfél-két percben. Látható, hogy az endpoint bírja, legelső találat óta inkább csökken ez. Így van, Etao, hogy gyönyörű, gyönyörű mechanikai megmozdulás. Most egy lövés, és ezt is hárítja a K-Corp. Az endpointnak még talán szerencséje sincsen. Egyszerűen semmi nem pattan az ő irányukba, vagy az neki kedvezően. Most is Arjunak kell visszaérnie, mit én próbál kitörni, meg is hal elpusztítja a K-Corp őt is, és hát lassan az egész endpoint csapatát teljesen felemészti, és felülmúlja a K-Corp elsöprő győzelemmel. Batira, egy az egyben Smokes-szal szemben. 50-jól kijön Smokes-nak. Van végül egy kisebb miscommunication bump is csapat részről. Most az endpointnál kicsit összezavarodtak, illetve már nagyon kapkodnak. Tehát valószínűleg itt már az utolsó 40 másodpercben most 4 találatot szerezni még az elég necces lesz. Talán most egy szépítő találat Smokes-tól nem sikerül. Mittén még próbálja ott tartani, Rice pedig inkább dribblözik egyet. Jó is a flick előre, de végül nem tudja tovább vinni. Az 2 demo is érkezik Vatirától, Smokes pedig tudja azt blokkolni, és még tovább marad a labda a játékban, de már láthatóan a Carmine Corp az, aki ezt a mérkőzést fogja elvinni. Ja, most egy lövés, az se talál kaput, hát ennél jobb befejezések kellnek az endpointtól. Talán egy mostani góllal ilyen lendületet és esetleg önbizalmat meríthetnének, de a K-Corp semmit nem akar nekik hagyni. Vatira még egy demo, most sincsen gól, és aztán egy öngól Etautól, nem leér a földre a labda. Látszott egyébként az ő játékos kameráján is, hogy már hatalmas vigyorral lőtte a saját kapujára a játékszert. Hát a K-Corp itt ezen a mérkőzésen játszadozott ellenfelével, ez nagyon egyértelmű volt. Hát ez egy elsőprő győzelem volt, és hát nem, kérdése volt. Viszont az endpoint úgy éreztem, hogy tele volt kérdésekkel, a K-Corp meg csak válaszokkal.
Igazából tényleg nagyon érződik most jelenleg itt, hogy az Endpoint jelenleg nem egy szinten van a Carmine Corp-pal. Jó játéka van, nem azt mondom, tehát hogy össze tudják hozni, hogyha kell, de egyszerűen itt látható az, hogy egyszerűen a Carmine Corp nem véletlenül jutott be legelőször a Swissből, elnézést. Szóval igazából teljes mértékben mondhatjuk azt, hogy itt amúgy lehetne próbálkozások, mert minden, de hogy ha jól emlékszem, nem is tudom, Matthew, hogy valaki mondta, hogy egyszerűen a Carmine Corp az most jelenleg igazából egy domináns csapat itt, és hát azt tekintetjük végig maximum, hogy az Endpoint mennyire tudja szebbé varázsolni ezt a mérkőzést, hogy 4-1 vagy 4-0 lesz-e, ez most már tényleg csak rajtuk múlik, mert hát ez az utolsó próbálkozása az Endpointnak. Így van, már időkérésük se volt. Hát egyből ebből az elsöprős, hát vereségből az ő szemszögükből kell most felállniuk, és nincs is más választásuk. Nézzük Smokes. Headtown-nak viszonylag kevés a boostja a kickoff után, de éppen hogy vissza tud azért érni. Aztán a labda a K-Corp-nak kedvezően pattan Vatira a sarokra. Majdnem volt ott még egy labda érintése. Talán megúszza. Jöhet a lövés Mitén, a backboardon viszont Eto várja, szép a labdabirtoklás, Ryze veszi át utána a támadás irányítását. Most Vatira föl egészen a plafonig, egy pincsel próbálkozik, nem igazán válik be, most Arju-val tör előre az Endpoint, hamar megállítják, Smoke szedi össze a demo, és az üres kapu Ryze góllal 40 másodperc telik el, és a K-Corp ismét vezet. Igen, itt ezzel, hogy Smokes lelassult és várta volna a labdát, hogy lepattanjon, igazából rá lehetett menni nyugodt szívvel, és hát egy ilyen védelmi hibát meg tökéletesen ki lehet használni üres kapu előtt, hogy egyszerűen csak rúgjuk be, most viszont a kickoffot követően Vatira egy szív érdrübüllel folytatná ezt, de nem jön neki végül össze, Arju pedig lemittének, azonban a passz már nem történik, mert Smokes rálövi egy hatalmas védés Vatirától. És végül Ryze, az aki tovább passzolja inkább Atónak, Ató pedig rákészülne egy passzra, illetve egy 50-re, nem sikerül neki Ryze, még mindig az égben egy flipriszet elhasználva, és végül Arju az, akinek kell hárítania. Így van, Etau passzol Vatira, Vatira pedig késlelteti a lövést, és majdnem így lesz jó, Arju viszont visszaér, Ryze demo, most aztán őt bumpolják, majd ő bumpol megint, Vatira teszi oda, ő is meghal, hoppá. Gyakorlatilag egy Demolition Derbyt láthatunk az elmúlt másodpercekben, aztán az Endpoint indíthat támadást. Smokes, Mitén, fölviszi ő a falra. Két K-Corp játékos is ott a levegőbe várja meg fönn a falon. Üres picit a kapu, a lövés, hát inkább bedobás fele menne, de aztán a fal, hát bent tartja a pályán a játékszert. Ató? Sikerül neki a blokk, Vatira már érkezik is rá, válaszol, egy-kettőben tud menni a Carmine Corp, és a flip-resetre nem tud már érkezni. Jó volt a blokk, Ryze, késleltet, nagyon szépen elmegy egy játékos mellett, Mitén azonban olvasta már, a tovább lett bumpolva, most talán tudna indulni az Endpoint, Vatira nagyon szépen fékel középpályán, Mitén pedig el tudja tőle kérni azt, rám még egy passzra is sikerül kiharcolnia, de végül nagy volt az a passz, és nem tudott pattanni a játékszer Smokeshoz, Arju még próbálkozik egy lövéssel, de inkább mellé, illetve Ryzehoz esett az. Ryze még mindig flip reset elhasználva lefelé nem sikerül végül passzolni. Van, most megint a K-Corp volt az, aki elkezdett támadni az Endpointnak. Valamin változtatnia kell, ki kell törniük ebből a nyomásból, ki kell törniük a saját térfelükről. Na talán most Mitén, ez egy szépen átjátszott labda, de Vatira már ott várja teli boosttal, a plafonról blokkol, hát gyakorlatilag, mint hogyha egy nyitott könyvet olvasnak. Etau, nem találja, Ryze is ellerepül, Vatira viszont higgadtan oldalra teszi, ahol semmilyen játékos nem helyezkedik, így időt nyer a csapattársának, hogy ismét vissza pozícionálják magukat, Ryze próbálkozott ott a plafonról, és ugyanonnan érkezett a challenge, most pedig a lövés, Vatira az felső léc alá bevágja, duplázza az előnyét a K-Corp-nak. Etautot gyönyörű passz kapott, nem tudott az Endpointtól senki védeni. Itt már tényleg már csak azt tudjuk megtekinteni, hogy a Carmine Corp egyszerűen mennyire akarja kikészíteni az Endpoint csapatát.
mennyi lesz a gólkülönbség, de egyszerűen tényleg továbbra is azt tekintetjük, hogy folyamatosan agresszívan tud nyugodtan támadni, és már közel lassan néha freestyloznak is, főleg Rise egy ilyen lövés után végképp eldönti, hogy 3-0-val, meg szerintem innentől kezdve egy győzelemmel fogja bezárni ezt a mérkőzést. Ott látható volt, hogy mindenki kifutott endpoint részről, Smokes pedig lentebb volt, mint ahonnan jött ez a támadás, és igazából itt a következő másfél percben már csak az a hajrá van, hogy a Karmin Corp mennyire szó fogja bezárni ezt a mérkőzést. Így van, és ahogy mondtad, a freestyle-kodás, miközben egy pre-jump Rise és Etal között, hát ez már csak egy showmatch gyakorlatilag, a K-Corp már csak megmutatja a világnak, hogy hát a Swiss Stages győzelmünk az egy teljesen reprezentatív eredmény volt, és nem véletlenül mi voltunk az egyetlen nagy csapat, aki megingás nélkül teljesített az akadályt, és mi vagyunk versenynek itt, ennek a regionalnek az esélyesei, mitén egy lövés, ezt is hárítja közben Vatira, Eto tör előre, segít neki Rise, Eto megint, de nincs meg a double tap, most odaérnek az endpoint védői. Arju, nem sikerült tisztázás, Vatira inkább popolja a játékszert, Eto pedig rá tud menni a flipresetre, és tudja azt használni, és végül mitténnek a beleérések el, Rise pedig repül is rá, arra a labdára, üres a kapu, rá is lövi, és végül egy kisebb pattintásból be is repül az, és ezzel pedig 4-0-val fordul jelenleg a számlálónk. Hát innentől kezdve 34 másodperc, 4 darab kickoff, az felleg ráadásul úgy, hogy jelenleg ez a Karmin Corp nagyon érzi magát, ez esélytelen. Akár még megtörténhet, hogyha valahogy úgy hagyják azt a kaput üresen, nem tudom. De így van, ha nem teszik le a kontrollert, miközben Vatira ismét gólt tud lőni, Rise előtt a lehetőség, aztán utána a saját csapattársat bumpolja el. Aztán megint a K-Corp fordul, az endpoint gyakorlatilag 3 másodpercnél tovább nem tudja a labdát kontrollálni. Vatira próbált egy akrobatikus lövést bemutatni, hasonlót, amit Volt csapattársától Moisson láthattunk tegnap. Hogy hát nem tegnap, az ma volt a Vitality meccsen. Már azt sem tudom, hol vagyok. Ez a K-Corp, ez annyira dominál, hogy elsöpört engem is és a szavaimat is.